Több éve minden június első szombatján, ha az idő is úgy engedi, útnak indulnak az intézményhez tartozó két bölcsöde dolgozói, valamint a szülők, nagyszülők, gyermekeikkel és unokáikkal, hogy egy családi délelőttöt töltsenek el együtt a szabadban, kikapcsolódjanak és ismerkedjenek egymással. Az idei évben Apátfalvára megyünk. Tavaly Kiszombaron voltunk, most sikerül ismét, mert korábban is Apátfalván voltunk, a Varga Zoltán gátőrnek a tanyájára menni, ahol rengeteg állattal, játék lehetőséggel fog bennünket várni. Körülbelül az előzetes jelentkezések alapján olyan 150-en fogunk útra kelni, és ki fogunk biciklizni Apátfalvára. Az útbaigazítást követően sorba rendeződtek a túrázók, és a város kerékpár útjain Apátfalva felé vették az irányt. A legtöbben rendszeres résztvevője az eseménynek, hiszen a családok több gyermeke is a bölcsödébe járt, és ha tehetik, mindig kihasználják az ehhez hasonló programokat. A legnagyobb 8 éves, vagy az idején lesz már 9, ő is ide járt a Búza utcai bölcsibe, és vele is voltunk már biciklitúrán, amikor bölcs is volt. A középső 5 éves, a kicsi pedig 2. Végre kimozdulunk, mert mi olyanok vagyunk, főleg a férjem, hogy ő önszántából nem nagyon mozdul ki itthonról, és akkor ez meg egy közösségi program, amiben ő is szívesen részt vesz. Mi másodjára jövünk, Zsombival voltunk 5 éve először, nagyon élvezte ő is. Igen. Most meg ugye Noncsival jövünk, meg Zsombival, úgyhogy várjuk nagyon. Friska Zsombor azt is elárulta, hogy nem ijedt meg a távolságtól, hiszen nagyon szeret biciklizni. Azért, mert a levegőn is jó, meg szeretek nagyon így biciklizni minden helyre. A családi napon túl rendszeresen rendeznek közösségépítő programokat a bölcsödében. Nemrégiben kisvonatozni voltak, augusztusban pedig egy búcsúztatót szeretnének majd tartani azon gyermekek számára, akik szeptembertől már óvodába fognak járni.